Építészet megfagyott zene. Apámban a muzsika megfagyott. Nem lérizált, arányok érdekelték, s nyugodt vonalak, egyszerűk, nagyok. A Kultúra Napi rendezvény sorozat egy kiállítás megnyitóval folytatódott. A falakon Tiri Péter solymári festőművész képeit tekinthette meg a közönség. Az ő Színdaráló című kiállítását Páffy Sándor építész és egyben az alkotó barátja nyitotta meg, akinek kiállítását a közelmúltban láthatták az érdeklődők. És mostantól kezdve keresem a szót. Keresem a szót, mert azt hiszem, nem csak arról nyithatnánk véget nem érő vitát, hogy mi az, hogy magyar, de a mai világban talán arról is hosszan elmélkedhetnénk, hogy mit is nevezünk kultúrának. Hozd a saját táncod! Ez volt a solymári hagyományőrző Fülöp Ferenc szóló táncverseny szlogenje, melyen 43 versenyző pár mérkőzött meg különböző néptáncokkal nagy érdeklődés mellett. Kápolnából a Michelangelónak az ember teremtése, ugye, hogy nyúl le az Isten, az örökkévaló, és Ádám pedig visszanyúl hozzá, és pontosan ez a mozdulat benne van ebben. Univerzum a kertből, vagy a kert végéből, kicsit sötét az ég, sokkal sötétebb, mint a fővárosban, ahonnan jöttem. Solymáron már kicsit jobb az ég, kicsit jobban látszanak a csillagok. Úgy néznek ki, mintha csipkék lennének, tehát textilek, de ezek fémből vannak. Folyamatosan tapogatni akarja őket, mert hogy nem hiszik el. Tehát annyira aprólékos maga a felülete ezeknek az ékszereknek, hogy nem hiszik el, hogy ezek nem textilből vannak. Emlékszel, gyerekem, amikor még csak 2 éves voltál? Vagy emlékszel, amikor mondtam neked, hogy jobban tanuljál? Hát ilyen volt Csöndes József is, aki tanította, nevelte Solymár polgárait. Hogy mi is az a bronzkor és mikor volt? Az emberiség írott források előtti történetét, az őskort, az ember által alkotott és használt eszközök alapján, alapanyaga alapján nevezték el kőkornak, bronzkornak és vaskornak. Nehéz elképzelni, hogyan nézhetett ki a környék a bronzkorban. De azért kérem, próbáljanak meg minden modern és középkori építményt a vizuális memóriájukból törölni. Gondolom, itt Solymáron ez nem egyszerű, főleg a középkor. Du warst gescheit, du wirst nur beim Auer sitten. Und ich soll bei der Auer schwitten. Jó,
Szeretnénk megköszönni munkásságát, szeretnénk megköszönni azt, hogy segített ezt a kiállítást létrehozni, és jó egészséget kívánunk, hogy még nagyon sok alkotás születhessen. Egy kis bornám állhatunk hozzá. Ob schon drei Sommer, das haben wir vorgenommen. Ich hab schon drei Sommer, mein Dirndl nicht gesehen. Mélységes mély a múltnak útja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? Feneketlennek még akkor is, és talán éppen akkor, ha kizárólag és egyedül az ember az, akinek múltjáról kérdés és szó esik. Különleges versenynek adott otthont a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola. Itt rendezték ugyanis meg az iskolás korosztálynak a 21. felmenő rendszerű csecsemőgondozási verseny Pest megyei fordulóját április legvégén. Nekünk nagyon fontos, hogy a fiatalok életében is elültessük mindazt a sok gondolatot, azt az eszmélyiséget, amit a Vöröskereszt képvisel. Kivel is lehet a legjobban tisztelegni egy táncpedagógusnak, egy koreográfusnak, mint a tánccal? Azokkal a táncokkal, amelyeket ő tanított, ő vicintedre. Ezekből mutatnak majd be néhányat az iskola táncosai és a Herbst Rosenthal csoport. A fesztivál mottójaként választott, fogjuk meg egymás kezét. Miklós elmaradhatatlan mondását választotta az alapítvány. A zászló! A zászló is ti fauna! Kuncom érafno, kőjöttek szor, kommon hajveló! Auf in Städten waren wir zu Haus, und so schafften wir mit Fleißjahr ein Jahr. Itt a Solymári Művelődési Háznál gyülekeztek a résztvevők, hogy elinduljanak a Mozdulj Solymár elnevezésű rendezvény keretében szervezett futóversenyen. Az eseményt most először rendezték meg, és több mint 200-an álltak rajthoz, hogy teljesítsék a távokat. Lépés, in, lúj! A hősök kötelessége a haza védelme, az önfeláldozás és a példamutatás, az utódoké a méltó emlékezés, a tiszteletteljes főhajtás és a példakövetés. Dort ist bekannt das Ungarnland.
öntörvényű vagyok, ez szerintem mind-mind benne van. Egy homo ludens, aki ugye játék is akar lenni valamennyire, de építi a maga dolgát. Most ugye ez most, ennek megint rengeteg szelete, meg rengeteg bőr lehúzhat róla, ez most a képzavarra sikeredett ide, de azt gondolom például, hogy én a középgeneráció vagyok ott a szexárdi borászok között, és egy nagyon komoly szellemi paradigmaváltást próbálok a borvidéken erőltetni. Ez mit jelent pontosan? Hú, ez most messze vezet. Testvértelepülési kapcsolat a Wüsterótól immár 27 éve van testvérvárosi kapcsolatban, Csíkpálfalvával pedig 5 éve Solymár. Én úgy érzem, hogy leginkább akkor van jövője az ilyenfajta testvérvárosi kapcsolatoknak, hogyha a fiatalokat hozzuk össze. Tűzoszlopként jött közénk az Isten, három gyermek otthonból is egy kollégiumból alakult egy ilyen kórus. Sok-sok próba előzte meg, akkor pont a Bojki Balázsral csináltunk közösen egy nagy zenei előkészítő tábort a gyerekeknek. Jött a szabadság. Mindenki úgy képzeli el, ugye a Jóisten az az égben van, a felhőkön ül, ilyen nagy fehér haja van, és így csinál. Én meg azt mondtam, hogy lehet, hogy farmer nadrágban van, és kócos. Fogadunk érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyereinket. Mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársaidnak hálát adunk, testünk lelkünk gyarkodására szolgáljunk. Mint minden évben, idén is terjeszkedtünk térben is és időben is, úgyhogy egyrészt előbb kezdtük, már délután 2-kor, másrészt volt egy új versenyszámunk is, egy chilisauce verseny, ami Hunhot 2016 névre hallgat. Lényegében a termelőknek, a chili termelőknek szerettünk volna egy versenyt készíteni, ahol a chilisauce-aikat tudják megmérettetni. Solymáron nagyon sok kitűnő művész él, és nagyon sokan aktív tagjai a solymári közösségünknek, többek között Rákos Péter is. Sokan gyűltek össze a solymári búcsú vasárnapjának kora délutáni óráján, hogy felavassák a Szép Solymár Alapítvány kezdeményezésére felállított emlékművet, mely Szentesi Ferencné Ritter Bolbárának, Solymár utolsó bába asszonyának állít emléket. A szobrot egy használaton kívüli kis önkormányzati területen, a Hősök utca és a Zöldfa köztalálkozásánál állították fel, egy erre a célra kialakított parkban. Get your rocks up, 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 get your rocks up
Ezért ebben a szentmisében most mindannyian imádkozzunk elhunyt hozzátartozóinkért, azokért, akiktől várjuk, reméljük, kérjük, hogy segítsenek minket, hogy valóban Krisztus útján tudjunk járni. November 12-én szombaton, Solymáron, az Apáczai Csere János Művelődési Házban Elisné Draxler Erzsébet imakönyv gyűjteményéből az Imakönyvek titkai címmel kiállítás nyílt. A rendezvényre érkezőket meleg hangulat, barátságos légkör fogadta. Összejött egy jó pár darab, és akkor utána ez adta az ötletet, hogy elkezdjem gyűjteni, és hát először a rokonságba kérdeztem.